A Szépasszonyvölgyben gyülekeztek a traktorok, az egyik leglátványosabb a Tiszadezsről érkezett 360 lóerős gép volt. Gyorsulásra nem, ez jobban talajmunkákra való. Hát gyorsulással ezzel gondok lesznek, ez nem arra találták ki sajnos. Most kiderült, Superman, ha traktorra száll, nem akármilyet választ. Az is úgy volt öltöztetve, mint ő. Az egri borvár a tavalyi szépségdíj után idén a gyorsaságit is nyerni szerette volna. Superman erős, a traktor erős, és reméljük, mi leszünk a legerősebbek. Demeter Csaba valódi szőlőművelőnek öltözött, póló nélkül vezette azt a ladanívát, amivel egyébként hétköznap a szőlőbe jár. Több játék kellene, ez egy játékunk van talán. Most már minden évben egyre jobban bele lelkesednek a traktorosok, meg a borászok, úgyhogy szerintem kell ez még egy pár év, hogy igazán nagy fesztivál legyen. Elsősorban a közönséget, de persze magukat is szórakoztatják ezzel a versennyel a borászok és a traktorosok. Eljön ide, komolyan veszi, megcsinálja, rászánja az idejét, a pénzét, az energiáját, és komolyan bohóckodik. Cseh és lengyel táncosok vezetésével vonultak a Szépasszonyvölgyből a versenyhelyszínére. A zsűrit Lovashintó szállította. A harmadik gyorsulási és szépségversenyen a traktorok mellett indultak UAZ-ok és locsolóautó. Az egyik UAZ-zal az ügyvédi kamara alkalmi borjogi szekciója versenyzett. Összesen 14-en álltak rajthoz, hogy megtegyék a 68 méteres távot. A mezőgazdasági gépek egyenes kieséses rendszerben versenyeztek, párban indultak, a gyorsabb jutott a középdöntőbe. A magyar közútkezelés állócsillaga lemaradt, de ezt a zsűri nem bánta, tovább nézhették a lányokat. Ketten gyalog versenyeztek, a magyar-török viadalt játszották újra motoros permetezőgéppel. Ők mindig sajátosan értelmezik a versenyt. A látottak a zsűrit is lelkesítették. Adjunk mi ennek a hungarikumnak egy olyan nevet, hogy traktorra magyar! A második körben beigazolódott, hogy a gumitalpas tényleg nem gyorsul. 17,7 másodperc alatt tette meg a távot. A döntőbe az Agroker és a Keri csapata jutott. Az Agroker 4 hengeres turbófeltöltős motorú traktora bizonyult a leggyorsabbnak. Ők kapták az Egri Bika vérkupát. Az Egri Csillag vándorkupát a tiszadelzsieknek ítélte a zsűri. Külön díjat kapott Balázs Mihály japán traktora. A legkülönlegesebb jármű az Egri Borvár Supermenele lett.